Prímás húzta a talpalávalót a tiszabercelli halászléfőző versenyen. A nevezők között több rutinos versenyző is volt. Ez a leves például közel 20 kg harcsából készült. Az alapléhez pedig közel 15 kg-nyi halhúst passzíroztak. Ugyanitt készül ez a ritkaságnak számító töltött csukás leves is. Édesanyám valamikor nagyon szerette csinálni, úgyhogy majdnem főételként volt nálunk a hal. A rétközi települések mellett több határon túli csapat is nevezett a megmérettetésre. A sepsiszentgyörgyiek visszajáró vendégek. Tavaly például pisztrángos rókagombás levest főztek, most egyszerűbb recepttel készültek. Hoztunk jó székelyföldi szívapálinkát, meg itteni házi kenyeret, itteni halat, úgyhogy összehoztuk egy picit az Olt vizének az ízét és a Tisza vizének az ízét, illetve a székelyföldnek a hagyományait és a nyírségi hagyományokat. A halászlé ünnep a tiszabercelli kulturális napok záró rendezvénye, melyet idén 12. alkalommal szerveztek a tiszaparti településen. Ez a programsorozat az idén 6 naposra sikerült. Az elmúlt hét vasárnapján a tiszaparti ultipartival kezdtünk, azt követő héten kedden az első tiszabercelli roma napra került sor, szerdán a Mandala dalszínház a tiszabercelli gátszínházon játszott, és a Miniszter Férlép című darabot adta elő. Ezt követte csütörtökön egy regionális nyugdíjas találkozó, aztán tegnap este itt egy nagyon jó hangulatú ifjúsági találkozó volt, egy rétközi ifjúsági találkozó, és a mai nap érkeztünk el a halászléfőző ünnepre. A záró rendezvényre Gulyás József, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnöke is ellátogatott, aki elmondta, a rendezvény több mint egy évtizede civil kezdeményezésre indult. Tiszabercen nagyon sok civil egyesület működik, és önszerveződő és lokálpatrióta egyesületek ezek. Fontosak a települések életében ezek a dolgok. A versenyszellem nem kísértette a résztvevőket. A halászlé mellett számos halból készült finomság is sült a látogatók legnagyobb örömére.